Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spillerek mai vendége Ador Jani Bálint, aki Radnóti Színháznak a tagja. Szervusz Bálint! Szia! Akiről azt is lehet tudni, hogy gondolom látják, hogy mennyire szép ember, és egy pár évvel ezelőtt beválogattak a legszexisebb, legszebb férfiak közé is, és ott még azt is olvastam, hogy ezt te nem annyira veszed jó néven, vagy legalábbis nem úgy éled meg, mert hogy te nem vagy ma divatos alkat, tehát hogy az a szépség, amivel te rendelkezel, az ma nem divatos, mondtad ezt egy interjúban. Ez így van? Hát nem tudom, megszoktam kapni különböző emberektől, hogyha mit tudom én, 30 évvel előbb születsz, akkor már nem itt tartanál, vagy nem ebbe a korba kellett volna megszülés, úgyhogy nem tudom, ezeket a visszhangokat hallom, de igazán nem foglalkoztam vele, hát végezhettem volna előbb is, tehát hogy ez a hiúságomat bántja, nem? Csak viccelek. Tehát úgy örülök, hogy észrevettek, hogy gondolnak rám, vagy nem. Tehát, de ettől nagyobb az egód, hogy jól nézel ki? Hát az, hogy egy újságban, az újságban, hogy valahova rangsorolnak, az nyilván valakinek az értékítélete. Tehát az ember közlekedik nap mint nap az utcán, találkozik emberekkel, tehát hogy nyilván bizonyos visszajelzéseket kap, tehát nem hiszem, hogy úgy gondolom, hogy valamelyes reális önképen van ezzel kapcsolatban. Annak örülök, hogy színészként megtalálnak, vagy nincs az, hogy valaki más bekerül ebbe a rangsorba, én meg tehát hogy nem létezek. Inkább ez volt a jó benne, hogy igenis, mint mit tudom én, Ador Jani Bálint színész, nyilván vagyok tartva. A te esetedben azért nem volt egyértelmű, hogy színész leszel, hogy egyáltalán magamat fogod mutogatni, hiszen közgazdásznak tanultál. Nem bántad meg? Tehát nem bántad, már amikor színész lettél, nem voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtad, hogy talán maradnom kellett volna, vagy talán más irányba kellett volna mozdulnom? Tehát, hogy nem volt olyan pillanat, amikor rossz döntésnek érezted azt, hogy ott a Janusz Egyetemi Színpadon erre volt a színház magának? Nem tudom, mert gyerekkorom óta megvan bennem ez a vágy, tehát szavaló versenyek, mindig én voltam a főszereplő a óvodába, tehát mit tudom én, gimnáziumban szintén szavaló versenyek, tehát hogy ez mindig kerülgetett, anyám nagyon próbált ettől menteni, apám képzőművész, szobrász, és ettől a művész pályától nagyon, tehát mivel ő megtapasztalt ezt évek során, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire rögös ez az út, szerintem ettől akart menteni. De mindig ott bujkált bennem. Nem tudom, amikor felvettek a színművészetire, ugye befejeztem akkor a közgázt, láttam akkori a csoporttársaimat, vagy barátaimat, akik közgázosok voltak, hogy úgy elindult az életük, mindenki elkezdett dolgozni, valami kis egzisztenciát tudott teremteni magának, és én megfeküdtem ott a kollégiumi szobába, a Vas utcába. Én néztem a hajtogatott madarakat, hogy pörögnek fölöttem, és akkor hoztam egy döntést, hogy ezzel ne foglalkozzak, mert hogyha elkezdek foglalkozni, akkor nagyon hamar elszomorodom, és akkor azt fölteszem a kérdést, hogy mit keresek én 24 évesen tényleg megint, miért kezdek valamit előről. De nem tudom, egyelőre nem bántam meg, egy úton vagyok, ahol vannak hullámvölgyek, meg vannak nagyon szép pillanatok, valószínűleg minden egyes szakmában ugyanez az életút vár az emberre, tehát nem tudom. Majd ha nagyon nagy galiba lesz, akkor majd el kell gondolkodjak rajta, hogy mi, de bízom abba, hogy de érdekel egyáltalán ez az egész közgazdaságtan, csak vagy pedig úgy adott a helyzet, hogy ismerős, akkor miért ne, jól lehet vele keresni. Tehát hogy volt benned affinitás a közgazdaságtan, a matematika, nem tudom, a statisztika iránt? Tehát hogy ez neked megy amúgy? Hát alapszinten, hát valahogy elvégeztem. Tehát hogy egy bizonyos szinten megy, de nem köt le. Tehát valószínűleg ezért nem kezdtem el dolgozni, valószínűleg ezért nem lettem közgazdász, tehát hogy nyilván most utólag az ember meg tud magyarázni bizonyos dolgokat, de nem tudom, voltam ott, nyilván vannak onnan nagyon jó barátaim, de mindig bennem volt ez az érzés, hogy vajon jó helyen vagyok, vajon ez az én utam.
Akkor most ez a te utad, és viszont milyen remekül tudsz egy számlatömböt kitölteni, mert ugye ez segítségre az előző számlat. Az a gyakorlat teszi a mestert egyébként. Tehát az embernek sok a dolga, akkor könnyebben tölti ki a számlát. De gondolom így. Ugye, amint elvégezted a főiskolát, rögtön a Radnóti Színházba szerződtél, és azóta is ott vagy tag. Ez azt jelenti, hogy te ennyire hűséges típus vagy, vagy ennyire jó az a közösség, amit azonnal megtaláltál magadnak, vagy csak lusta vagy? Hát nem tudom, valószínűleg picit lusta vagyok, vagy néha, amikor rajta kapom magam, akkor megmozdulok és megrázom magam, de egy nagyon hosszú kapcsolatom volt, ami valahogy kibekkelt ezt a színművészetit. 12 évig együtt voltam valakivel, és aki türelmes volt bizonyos szintig, meg nem tudom, tehát valahogy átviseltük ezt a dolgot, és akkor úgy gondoltam, hogy na, akkor most vége van ennek a tehát ennek a periódusnak, letudtam az egyetemet, és most szeretnék egy valami biztonságot, vagy egy olyan biztos helyet, ahol én tudom, hogy bemegyek reggel, szerepem van, azt próbálok, este előadásom van. Tehát, hogy ezért választottam. Mert közben a Bodor Viktor akkor, tehát a Bodor Viktor társulata akkor alakult, a Sputnik, és a Viktor hívott is, és aztán végül is a Radnóti mellett döntöttem. Aztán utána szakítottam ezzel a barátnőmmel, és nem tudom, jól érzem magam a Radnótiban. De ezt most nem értem ám, szerettem volna egy biztonság, tehát egy kőszínházba szerettem volna menni. Akkor mert családalapításon gondolkodtál, és kellett a biztonság? Nem feltétlenül családalapításon, csak azon, hogy valami rendezettség legyen. Tehát, hogy valamelyest törekszem arra, hogy bizonyos dolgok az életemben valahogy rendbe menjenek, vagy legyen egy hely, ahol meg tudjak nyugodni, vagy legyen egy szép hely, ahol lehajtom a fejem. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen polgári dolgok nagyon érdekelnek, vagy azt lehet mondani, hogy ezek ilyen civil vágyak. És valószínűleg ezért jött a Radnóti. De hát akkor a Zsámbéki Gábor volt az osztályfőnököm, és negyedévesek voltunk, és megkérdezte, hogy ki hova szeretne menni. És akkor úgy valahogy négy hely volt, ami talán hozzám közel állt volna, és akkor ebből az egyik a Radnóti volt. És amikor Bálint András elhívott, akkor igent mondtam. És jó döntés volt? Hát ez azt igazolja, amióta ott vagy, ez már azért jó sok éve, hogy ez egy jó döntés volt. Jó döntés. Nem. Pont akkor kezdődött el, mi évfolyamunkkal kezdődött el az, hogy rengeteg fiatal színész került ki akkor ugye a Kaposvári Egyetemről, a Pesti Magyarnak a színi tanodájáról, a Nemzeti Színi tanodájából. És ott álltak az emberek, hogy lesz-e egyáltalán gyakorlatuk, lesz-e egyáltalán munkájuk. Tehát ebből a szempontból, hogy nekem folyamatosan munkám van, és van egy biztos hely az életemben, vagy tudom azt mondani, hogy színész vagyok, és ennek a színháznak a tagja, az, hogy mondjam, a lelkemnek egy biztonsági érzet. Másrészt színvonalas dolgokat csináltam, nagyon jó rendezőkkel találkozom, folyamatosan új rendezőkkel találkozom, egy nagyon szakmailag egy nagyon jó társulatnak lehetek a tagja, tehát ezt mind a Radnóti Színháznak tudom megköszönni. És azt nem érzed, hogy egyszer csak kéne lépni egy nagyobb színpadra? Tehát most nem a Radnóti, hanem hogy egyszerűen annyira pici az a Radnóti, hogy az ember úgy szeretne próbálgatni önmagát, hogy például egy Víg Színháznyi színpadon is érvényes-e az, amit csinálok. Vagy más játékstílust igényel, de hogy mondjam, az alapja úgy, tehát ugyanaz. Ha gondolok valamit, akkor az látszik, akkor valami megszületik. Ha nem gondolok semmit, akkor hiába technikázhatom, akkor nem fog csoda történni, vagy a nézőben nem fog megtörténni az, amiért az a darab meg van írva, vagy az a szerep meg van írva. Most nyáron nem voltam a Szegedi Szabadtérén, ez mondjuk egy nagyon nagy ugrás volt a Radnótihoz képest. És nem tudom, az úgy éreztem, hogy fekszik, jól éreztem magam azon a nagy színpadon, nem éreztem azt, hogy úristen, elveszek, vagy
vagy mit fogok csinálni. Nyilván volt egy bizonyos próbaidőszak, amikor folyamatosan megkaptuk ezeket az instrukciókat, hogy gyerekek, nagyot kell csinálni, vagy föntről a nem tudom én melyik szektorból, Turku szektorból, nem biztos, hogy fognak látni az emberek. De nagyon élveztem. Viszont a Radnotinak az az előnye, hogy minden látszik, amit a színész csinál. Tehát, hogyha... Tehát, ha gondolod, már az is látszik, igen. Igen. Tehát, hogy mondjam, valahogy egy nagyon természetes színjátszásra sarkal, ami szerintem, hogyha az ember azt elsajátítja, az nagyon nagy erény. Valahogy az van legközelebb a természetességhez, vagy ahhoz, amit én színjátszáson értek, vagy színjátszásnak gondolok. És az például, hogyha most a Szegedről beszéltél, az nem hozott zavarba téged, hogy azért a Radnotinak van egy állandó társulata, viszonylag kevés vendég érkezik, nagyon ki nem jársz más színházakba, tehát hogy egy zárt közösség működsz, hogy most egy csomó olyan kolléga van, akivel nem dolgozhattál még, akik adott esetben tökéletesen más nyelvet beszélnek, színházi nyelvet beszélnek, mint hogy ez nem rémített meg? Hát ne, vagy pont, azonnal... pont ez volt a legjobb benne, tudod, amikor kiszabadulsz otthonról, tudod, ez amikor a panel lakásból kiszabadulsz a mezőre. Ez ugyanaz. Tudod, elmész egy ilyen társas kirándulásra, de hogy mondjam, mindjárt ugyanúgy arra a csúcsra akarunk fölmászni, tehát hogy ez összekovácsolja az embereket, és nem tudom, nem volt ilyen. Nagyon vártam, hogy ez megtörténjen. És nagyon jól tudtam ezekkel az emberekkel dolgozni. Tehát, hogy mondjam, a nap 24 órájában szinte együtt voltunk, mondjuk ez kicsi túlzással, de hogy mondjam, a szabadidőnket is együtt töltöttük, együtt ettünk, együtt edzettünk, együtt strandoltunk, együtt szaunáztunk, tehát hogy lett egy kemény mag, aki folyamatosan együtt nyomta ezt a megszületett kapcsolatot? Nem, nyilván most egy picit szanaszét vagyunk, de hogy erre vannak törekvések, tehát hogy találkozunk időközönként. Ugye most nagyon nagy változás előtt van a Radnoti Színház, abban a pillanatban, amikor mi beszélgetünk, akkor még nem tudjuk, hogy ki lesz az igazgatója. Lehet, hogy mire az adás lemegy addigra, ezt már tudni fogjuk. Az biztos, hogy a szakmai bizottság Kovács Adél pályázatát támogatta, aki a színház tagja. Te mit vársz a jövőtől? Tehát te, mint Adorjáni Bálint a Radnoti Színházban, mivel lennél elégedett? Mi történjen például veled? Hát az ember mindig azt szeretné, hogy folyamatosan legyen dolga, és minél nagyobb szerepeket játszon el, vagy minél jelentőségteljesebb szerepeket játszon el, és szeressék, mint színészt. Tehát, hogy olyan nagy újdonság nincs ebben, amit mondok. Bizonyos szempontból ez sajnálatos, vagy egy ilyen kiszolgáltatott helyzet mindig a színész számára. Nyilván azt gondolom, hogy legyen munkám, és jó lenne, azt éreznem, hogy igenis az igazgató számít rám, és számít arra, amit tudok, vagy amit én képviselek, vagy amit én a színházról gondolok. Tehát vagy így, vagy úgy valahogy dönteni fog a közgyűlés, lesz egy új igazgatója a Radnóti Színháznak, akivel majd, ha úgy gondolja, hogy szerződtetni akar, a társulatának akar, a tagjának akar tudni, akkor le fogunk ülni, és meg fogom kérdezni, hogy ő hogy látja az én helyzetemet, és hogyan képzeli el a további jövőmet a színházba. Lehetnek nekem elképzeléseim, de ennek a színháznak van igazgatója, van főrendezője, és vannak rendezők. Mindenki valamit gondol rólam, és nyilván én is gondolok valamit magamról, és hogyha ezek a beszélgetések mondjuk őszinték és megfelelően nyitottak, akkor valahogy, hogy mondjam, az ember megtudja, hogy tényleg mire számíthat. De egyébként a szakmánk egy nagyon nagy lutri ebből a szempontból. Pont ez volt a Tom Hanks itt forgatott Magyarországon, és a Film Unió szervezett egy workshopot a Thália Színházban, ahol 3 órán keresztül a Tom Hanks mesélt az életéről, szerepeiről, stb. És azt mondta, hogy először is meg kell kapni a szerepet, és utána meg kell csinálni jól. Ez a titka a dolognak.
Tehát, hogyha sok helyen jókat csinálsz, akkor többet fognak rád gondolni, többet fognak rólad gondolni, azt fogják gondolni, hogy te ezt a szerepet meg fogod csinálni. Ez egy előzetes bizalom, de utána neked a munkát bele kell tenned, és ezt meg kell csinálnod jól. Ha megcsinálod, akkor valószínűleg egy következő lépcsőfokra lépsz, de ha történik bármi az életedben, és mit tudom én, egy évig nem vagy a reflektorfénybe, akkor megint be kell állj a sorba, és megint el kell indulj. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon keveseknek adatott meg Magyarországon, akik így ráálltak egy pályára, és akkor abszolút fölfele ívelt a karrierjük. Aztán vannak, akik 5 éve fölfele ívelt, most meg nem tudunk róluk megint semmit. Tehát, itt évek vannak, előadások vannak, szerepek vannak, amik folyamatosan változnak. Nem tudom, én látom ennek is a árnyoldalát, ami nagyon negatívá tehet bárkit, de nem tudom, előre tekintek és bízom abba, hogy amit csinálok és amit tiszta szívvel csinálok, annak mindig lesz létjogosultsága. És hogyha megfordítjuk, hogyha egyszer csak ott ülnének veled szembe, és azt mondanák, hogy Bálint, mit szeretnél? Akkor azt mondanád, hogy például szeretnél rendezni, vagy vannak szerepálmaid, amit azt elmondanál, hogy mi az, amit szeretnél még eljátszani? Még, hát bőven. Hát a La Mancha lovagját szeretném eljátszani, de hát ezt most nem fogom eljátszani. Tehát, hogyha így nagy szerepálmom, az talán van. Pont valamikor a főiskolán sanzon versenyre készülvén Brel sanzonokat hallgattam, és az álomdalt énekli rajta Jacques Brel, és fölállt a szőr a hátamon, tehát hogy borsozott mindenem. Tehát hogy az egy ilyen nagyon, nagyon nagy találkozás, remélem, hogy megadatik majd az életembe, hogy ezt megcsináljam. Egy zenés szerepben mindenképpen kipróbálnám magam, egy olyanban, amiben lehet menni, tehát lehet táncolni, meg énekelni. Prózába nem tudom, hát... Tehát, tudnék mondani, de úgy... Nem tudom, óvatos vagyok ezzel kapcsolatban, tehát, hogy... Nem tudom, mindegy. Nem muszáj mondanod semmit. Nem muszáj, de a rendezésen... Hogy a rendezésen gondolkodni? Aha. Rendezésen gondolkodok, mert ezt mindig megkapom a minden munka folyamán, hogy ne rendezz, meg ne így, meg mit tudom, én folyamatosan mondom az ötleteimet. Viszont a bátorságot nem vettem magamnak, hogy megtaláljam az utat, és azt mondjam, hogy igenis, ezt meg szeretném rendezni, és megtalálom annak az útját, vagy alternatív vonalon, vagy közszínházi vonalon, hogy én ezt megcsináljam. Úgy gondolom, hogy aminek meg kell történni, az meg fog történni. Tehát bízom abba. Jó lenne egy ilyen lökés, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, Bálint, itt ez a darab, nem lenne kedved megcsinálni? Nyilván, hogyha lenne a Radnótinak egy stúdió színháza, és az igazgató azt gondolná, hogy gyere, tegyél egy próbát, mit tudom én, válasz pár embert, és... csináld meg, akkor lehet, hogy meg lenne a kezdőlökés. De egyelőre, nem fogalmazódott meg erős vágyként bennem az, hogy na, akkor most itt az ideje. Hogy leköt a játék, és szeretek nagyon játszani. Az milyen jó, csak az ember ne is felejtsen el, hogy játszani nem, mert az jó játszani. Hát igen, meg ne vegyék el a kedvét a játéktól, tehát a szerencsefaktor, meg ez a... Meg a játék szerint. ez olyan, hogy hol van, hol nincs. Jó esetben van. Most éppen bemutatód lesz, hamarosan, október 4-én. Mutatjátok be a Lírt, amit Alföldi Róbert rendez. Dolgoztál te már Robival? Platonovot csinált a Radnótiban. Két év? Igen, két másfél. Év. Ha úgy nézzük, akkor másfél éve. Akkor dolgoztam vele először, és ez a második munkánk együtt. És milyen? Én szeretem. Nagyon felkészült, lényeglátó, jól elemez, tudja, hogy mit akar. És ez jó. Tehát, nyilván az ember nagyon nagy szabadságra vágyik, vagy színészként nagyon nagy szabadságra vágyik, de minél több korlátot rak a rendező köré, annál szabadabb lesz aztán egy idő után. Tehát ez a furcsa paradoxon a színjátszásnak.
És jó, meg te jó tempóban dolgozik, szereti egyszer végigrágni magát, és aztán utána meg kell keményen visszakövetni azokat a dolgokat, amiket a próbák során megtaláltunk. És milyen lesz ez a lír? Most nem azt mondom, hogy meséld el, hanem hogy ez mitől lesz most itt ott a Radnóti Színházban október 4-én? Ja. Mai, aktuális, tehát hogy miért került? Hát azt gondolom, hogy ha a színház aktualizálni akar, és nagyon szájvágós akar lenni, hogy néző, jó reggelt kívánok, ez rólad szól, akkor mindig mellé fog menni. Tehát akkor inkább, legalábbis én olyan néző vagyok, amikor valamit, tehát sugalni akarják, hogy én mit gondoljak, azt nem szeretem, akkor elutasító leszek. Azt gondolom, hogy a jó darabok, mivel nem tudom, évezredek óta az ember nagyon keveset változott, mindig aktuálisak. Tehát mivel az ember nem változik, ugyanazokba a helyzetekbe kerül. De hát az ember megnézi a saját életét, akkor ugyanazokba a gödrökbe az én imittamot belelép, és ugyanazokat hozza az élet. Na most, hogy ebből a szempontból mindig aktuálisak ezek a darabok. Az, hogy adott társadalmi környezetnek, vagy adott politikai helyzetnek, vagy adott világpolitikai helyzethez képest mi lesz aktuális, ezt mindig a pillanat szüli. Nem kell gondolnunk bizonyos mondatokra, és olyan élesen, ilyen húsba metszően aktuálisak lesznek, ha nézünk egy klasszikus művet, hogy a néző arra fog gondolni, és mindenki adott pillanatban arra fog gondolni. Tehát azt gondolom, hogy attól aktuális és attól mai a színház, hogy azok az emberek művelik, azok az emberek játsszák a szerepet, akik most ebben az időben, tehát és ebben a társadalomban élnek. És hiszem azt, hogyha ez átszűrődik az ember személyiségén és a gondolkodásán, akkor azok a mondatok úgy fognak elhangozni, ami mai lesz. És a te Cornwall alakításodnak mi a maisága? Mi a... Az, hogy egy mai érdekelt ebbe benned? Hát a hatalomvágy érdekelt, meg hogy mondjam, egy nagyon szűkre szabott szerep, ami egyszer csak hirtelen vége lesz. Ugye az egyik lánynak, a középső lánynak a férje. Nem tudom, ezeknél a szerepeknél nagyon nehéz megtalálni, tehát nagyon meg kell találni, hogy mi a motiváció, és nagyon szépen fölépíteni, mivel, rövid a pálya, és villanások vannak, ahol meg lehet mutatni, hogy hogyan deformálódik egy személyiség, vagy hogyan jut el A-ból B-be, tehát hogyan változik meg, akár attól, hogy hatalom kerül a kezébe a személyisége. Tehát, hogy ezt fejtegettem, vagy ezen dolgozom most a próbák során, hogy én ezt hogy fogom megcsinálni. De még a Boszorkány konyhában rotyognak a dolgok, úgyhogy... Hogy még nem is kell elkészülni. Nem vagyunk kész, ráadásul meg olyan egy szerep, hogy az folyamatosan alakul, ameddig az a szerencse egy színházi szerepnél, hogy az ember jobb esetben folyamatosan hosszú ideig játsza, és bizonyos dolgokra rá tud eszmélni, és folyamatosan tudja azt árnyalni, és bizonyos dolgokat még megtalálni benne. Október 4-én lesz a Lír, utána mit tudsz, hogy mi mindent fogsz még csinálni az idei évadban, tudod-e már? Hát a Valló Péter rendezi a Klezsának a Glembai vér, vagy Glembai család néven játszott darabját, ahol viszont egy gyóntató papot fogok játszani. Ez lesz a harmadik bemutatónkat Juronics Tamás fogja rendezni, az pedig egy ilyen türandott történet lesz, azt hiszem, mint ilyen felnőtt mesejáték, vagy valami ilyesmi, de hogy mondjam, ezek nagy vonalak, és a negyedik rendezés pedig Szikszai Rémusz nevéhez fűződik. Tehát egy izgalmas évadnak nézünk elébe, most majd fogok egy tévéfilmet, a Móricz tévéfilmet forgatni, majd még októberben, felújító próbák. Jó, a Móricz az teljesen te vagy. Próbák közepette. Móricz alak az... A nép egyszerű gyermek az megtalált, tehát hogy ezeket a szerepeket most játszom, de nagy örömem van benne.
te is. Ez a Móric, ez mikor lesz majd látható? Vagy hát nem tudom, hát vagy karácsony tájéken, nem tudom. Hát ez minden. Mi ez, novellából készül valami? Igen, ez a Barbárok, Móric Barbárok története van feldolgozva TV-filmbe. Ki rendezi? Vitézi László rendezi. Most forgattam a Török Ferivel az 1945-ben, meg csináltam egy kis filmet Foná címmel, azt most forgattuk, ez egy nyári film, 12 fokos vízbe, két héttel ezelőtt. Úgyhogy hál' Istennek vannak filmes dolgaim is, úgyhogy nem tudom, nagyon bízom benne, hogy egyre több lesz, mert nagyon érdekel a maga a filmezés is. Hát most van itt a pillanat, amikor neked mindent el kell játszani, tehát most jutottál abba a korba. Igen, minden... majd meglátjuk, hogy a új igazgatóm így fogja elgondolni. Hogy... Bízunk benne, hogy igen, ha meg nem, akkor meg előre tovább másfelé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sok sikert a bemutatóhoz. Köszönöm szépen. Nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra. A műsorvezető ruhájáról a Mirás Fashion gondoskodott.